Urunk bemutatásának ünnepén, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, Spány Antal megyés püspök koncelebrált ünnepi szentmisét a Szent István Bazilikában, arra emlékezve, hogy Szűz Mária és Szent József 40 nappal Jézus születése után a kor szokásainak megfelelően bemutatták gyermeküket a jeruzsálemi templomban. A szentmisén megszentelték a gyertyákat, majd körmenetben Jézusra, mint a világ világosságára emlékeztek. Kellemek nekünk a tanúság terülben. A tanúság tételben pedig mindannyian meg vagyunk hívva. Meg vagyunk hívva erre, az egyházi szolgálatban élünk, a szerzetesek, szerzetesünk, világi papok, de minden egyes keresztény ember. A misén a megszentelt élet világnapján együtt imádkoztak a szerzetesek a szerzetes nővérekkel, a Prohászka Ima Szövetség tagjaival, a plébániákon működő közösségek és lelkiségi mozgalmak képviselőivel, és mindenkivel, aki hisz a tanúságtétel fontosságában. Szükségünk van hírvasztókra, mikor alszunk. Szükségünk van hívőkre, mikor kételkedünk. És imádkozunkra, némaságunk idején. Szükségünk van utatásra, reményben és félelemben, azokra, akik a fáradtak sem adják fel, akikre támaszkodhatunk gondjainkban, bajainkban. Az ünnepen, amely a megszentelt élet világnapja is, melyet II. János Pál pápa kezdeményezett még 1997-ben, az egész egyház felelősségére hívják fel a figyelmet, hogy a Krisztusba vetett hitre kell hívni a kereső embereket, akik az élet különféle kérdéseire természetfeletti utakat keresnek.